Mi magyarok. Megszakította a TV műsort. Farkas Bertalan űrhajós. Nincs olyan ember Magyarországon, aki ne hallotta volna a nevét. A Gyulaházán született Farkas Bertalant 95 vadászpilóta közül választották ki. 31 évesen, 1980. május 26-án, magyar idő szerint 20 óra 20 perckor startolt Bajkonúrból a Sajusz 36 űrhajó fedélzetén. Erről a TASZ és az MTI közös hírben tájékoztatta a világot. A magyar televízió adását megszakítva számolt be az első hazai űrprogram kezdetéről. A 6 űrállomáson eltöltött egy hét alatt fizikai és biológiai kísérleteket hajtott végre. Ezek során elsőként használta a magyar fejlesztésű Pille sugárdózismérőt, aminek újabb változatai azóta is szolgálnak a nemzetközi űrállomáson. Magyarország fölött kétszer haladt el. Ekkor fényképeket készített a Balatonról és a Tiszáról. Az expedíció július harmadikán ért földet Kazaksztán területén. Farkas Bertalan sikeres küldetése után megkapta a legmagasabb magyar és szovjet kitüntetéseket, és azóta is részt vesz az űrkutatás népszerűsítésében az egész világon. A Nemzetközi Űrhajós Szövetség 25 alapítójának egyike. A szovjetek az indulás előtt babonából le akarták vágni a bajuszát, de nyírségi kozmonautánk ezt nem hagyta, legfeljebb egy kis kurtítást engedélyezett parancsnokának, Valeri Kubaszovnak. Farkasbertalan utazásával a magyar nemzet hetedikként lépett a világűrbe. A műsorszámot az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából a HM Zrínyi Nonprofit Kft. készítette.